Én nem kora gyermekkorom óta akartam orvos lenni, mint nagyon sokan a kollégáim közül. Nem is láttam kórházat belülről egészen addig, amíg másodéves koromban ápolás gyakorlatra nem kerültem a szekszárdi kórházba. Hál' Istennek senki nem került a családunkból oda, akit látogatni kellett volna. Viszont nagyon érdekelt a biológia középiskolában, és harmadéves gimnazistaként úgy éreztem, hogy ez nekem való lesz. És ahogy elkezdtem az egyetemet, már el se tudtam volna képzelni, hogy én akármi más tanuljak. Nagyon szerettem, nagyon megszerettem. Úgy kerültem Bonyhádra, hogy 6. évem már eldőlt, hogy belgyógyászat az, ami a hozzám legközelebb áll. Minden szakterületről természetesen tanultunk, és ez ragadott meg. Mivel Tolna megyei voltam, nem gondoltam, hogy én Pécset maradjak, vagy akár messzebb keressek munkahelyet. A Bonyhádi kórházban volt üres belgyógyászati állás, és így kerültem ide 43 évvel ezelőtt. 14 évig gyógyító orvoslásban dolgoztam belgyógyászként, először az osztályon, aztán a rendelőintézetben csoportvezető főorvosként. Nagyon sok emberen tudtunk segíteni, és úgy gondolom, hogy akin nem is tudtunk igazán segíteni, de a szenvedés enyhítés az mindenek előtt való volt a gyakorló orvoslásom során. Nagyon jó kollektívába kerültem a belgyógyászati osztályon. Amikor megürült a Bonyhád városi ANTS-ben a tiszti főorvosi állás, akkor megkeresett az akkori megyei tiszti főorvos, hogy vállaljam ezt el. Kicsi gyerekek voltak, megbeszéltük itthon, nehéz döntés volt, de utólag is azt mondom, hogy nem volt egy rossz döntés. Nagyon szép hivatás, a betegemberek segítése, gyógyítása, fájdalmainak az enyhítése, de a közösségért, a közösség egészségéért dolgozni legalább annyira fontos. Nagyon elégedett voltam ezzel a hivatásommal. Ahogy mondani szokás, már 2,5 éve a jól megérdemelt nyugdíjas éveimet töltöm, de továbbra sincs időm több a kedvteléseimre, mint eddig volt, mert már 3 unokának örülhetünk. 2 Bonyhádon élnek közülük, és hát szinte naponta látni az ő fejlődésüket, ez semmihez nem fogható boldogságot jelent számunkra. Az ember nem díjakért dolgozik, tehát én erre egyáltalán nem számítottam, és amikor polgármesterasszony felhívott, hogy nekem ítélte a képviselőtestület, szinte elállt a lélegzetem. Olyan emberek táborába tartozni, akik korábban ezt a díjat megkapták, és akikre én mindig tisztelettel néztem, tekintettem. Hát mindenkit szinte ismertem, vannak akiket közelebbről és személyesen is. Hát ez nagyon nagy öröm nekem, és büszke is vagyok rá. Mindig azt mondják, hogy hát én ezt, hogy valaki egy díjat, hát ezt nem érdemeltem meg, de azt is mondják, hogy ezt így nem szabad mondani, mert nyilván azért kapja az ember, mert megérdemli. A korábbi elismeréseim is örömet okoztak. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem számítottak. Ugye állami elismerést is kaptam pár évvel ezelőtt, és hát az is nagyon jó volt, de az, hogy helyben, ahol élek, ahol személyesen ismernek sokan, ez a Perceldíj, ez nagyon nagy megtiszteltetés számomra.